célokról, amikor legyen valami célod a küzdősporttal, a harcvészettel, ami általában az életeddel kapcsolatban, ugye ezt a brit tudósok kimutatták, de nem csak a fitnél, hanem rendesen tényleg a csomó kutatás szövegeknek van célja, azok sokkal boldogabbak, egészségesebbek, motiváltabbak, kiegyensúlyozottabbak az életben. Tehát ugye van valami célod. És ugye pont erre beszélünk, hogy új élet, most aztán mindenki megváltja a világot, holnap lefelük 30 kilót, és akkor kész. Ezek jók, de általában ezek az újévi fogadalmak egy-két hónapot, ha megélnek, jobb esetben. No? Tehát, hogyha konkrétan szeretnél valamit elérni, ahhoz konkrét tervet kell készíteni, és ahhoz fő kell készülni, de ezért is jó cél, mert sokkal motiváltabb lesz az élet, sokkal több minden energiát lesz. És öt területet érdemes megnézni, az egészségedet, a kapcsolatot, a karrieredet, a pénzügyet, a szabadidőt. Ami mindenhol tűzik itt egy célokat. Az egészségedre kapcsolat, leszorulok a dohányzásról, lefogyok x kilót, egészségesebb étkezek, nem tudom, kávé, rászorulok, kapcsolataidról, a barátaidról, a családaidról, milyen viszony szeretnél velük kialakítani, a karrieredre, a munkáddal, váltsak, ne váltsak, jöjjek, menjen, mit érjek el, pénzem, legyen több pénzed, neki több pénzt szereznek, inkább azok befektetések, megtakarítások, ezek is hozzátartanak. És a szabadidő, mit csinálják a szabadidő, mert sportoljak, edzek, azon belül mit csinálják, vagy itt is mit szeretnél vizsgázni, tanítani, küzdeni, versenyezni, valamit találja, ami motivál, ami visz előre, mert szokott, hogy a hónapokon sok-sok edzés megőről, leőről, hogyha nincsen egy olyan cél, amiért fölkezd és jössz és csinálod és edzesz. Érdemes rövid távon, célokat közepén és hosszúkat, tehát rövid, ami nem kell olyan sokat rá várni, mert minden több időbe telik, ugye annál jobban veszíted a motivációt, annál jobban a lelkesedésed. És azt mondod, hogy két év, három év, vagy négy-öt év, egy fekete úristen, már ki is ment az ajtó. Mondod, hogyha napi, heti célokba szeretnéd, el tudok ilyen rendszeresen jár edzésre, az edzésen belül is. Javuljon az állóképessége, beszerezve a megfelelő időfelszerelést, tehát olyan célokat, amiket viszonylag hamarabb is el tudsz érni. Ja, és ezek is állóan azt mondta, hogy általában egy nincs cél, azok sokkal szarabból érzik magukat, és úgy érzik, hogy az életük lefele megy, vagy egy helyre áll. Tehát nem nagyon tart sem el, és úgy érzik, hogy nem ők irányítanak, meg hogy van célja, azok inkább azok sokkal motiváltabbak, és a cél is tud kiúzni ebből a gödörből. Tehát úgy érzed, hogy most nem nagyon találod, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy kéne élni az életedet, nem csak a sportról veszed, hogy általában, az nem baj, ez teljesen rendben van. Jó, viszont hogy tudsz ebből a gödörből, hogy ez egy gödör kijönni, hogyha van egy cél, hogy az mutatja az irányba, hogy azt mondja, hogy mit akarsz. Tehát nagyon fontos megtalálni az életedben, a sportban, bármire, hogy mi a cél, hogy szeretnél konkrétan megtalálni, hogy fogalmazni. Utána érdemes, hogy miért megtalálni, miért akarod ezt elérni? Ezt fog igazán kirántani. Miért akarsz lefogyni 10 kilót? Azért, mert valaki azt mondta, hát ez nem fog motiválni. Tehát tényleg, hogy az orvos azt mondja, hogy le kéne fogni, mert diabéteses leszel, mert az egészséged rámegy. Na, az már inkább egy ütősebb motiváció. Ja, vagy tényleg jobban fogod érezni, mert tehát, ha belülről jön a motiváció, mindig jobb, mint hogyha kívülről jön. Tehát a miérted, ami igazán hajt téged, és az útnak, hogy hogyan, azt is persze meg kell nézni, de az miha közben fog jönni. Ja, tehát, hogyha most nem látod, hogy hogyan leszel, mit tudom én, fekete, és hogyan fogsz világra, az nem baj. Ja, akkor is megvan, miért, mit szeretném, hogy miérted, az már elég ahhoz, hogy legalább ennyi. Persze készíts egy jó tervet, ez is az újévi fogadalma nincs leírva, akkor nem lesz semmi. Én elhatározom, hogy beszéltük, hogy akkor most holnap a lefognak 30 között, és akkor egy héten elmegyek 5-ször futni. Tehát ez nem így kell, hogy feltétlenül elindulni. Én mondtam, készíts egy tervet. Mit kell tenned ahhoz, mit kell változtatod ahhoz, hogy ezt elérje. Mire lesz szükséged, milyen erőforrásai vannak már most, és hogy mikorra szeretnél ezt tenni, és ki az, aki tud ebbe segíteni. Mert nem kell mindig mindent egyedül, ha van rá, kéri segítséget. Lépésről lépésre haladjon, ez is fontos, mert mondom, oké, beszeretnél fogni, megvan a mited, megvan a miértet, hogy egészségesebb legyen, de ne így ugorj neki, hogy soha életedben nem mozogtál, van rajtad 30 kiló felesleg, és akkor egy héten most eljön 5-ször futni. Nem fogsz tudni elmenni 5-ször futni, tehát ez nagyon nehéz így indulni. Hogy lennél csak 2-szer futni, de azt is csináld rendszeresen. Ne 10 kilométerre kezdj, menjen csak 1 kilométer. Tehát egy lépésről fokozatosan haladjál. Ugye, hogy az edzés, nem megy a bufesz, nem baj, akkor menjél vissza, kezd előről, gyakoroljál lépésről, és mindig a megadott feladatok és kívások építik az önbizalmat. Tehát ez nem úgy működik, hogy egyből megy. Úgy közed el, mint a testépítése. Tehát amikor az izmot akarsz növelni, akkor meg kell szakítani az izomostokat. És amikor elszakad, akkor nő. Tehát amikor te kihívásai vagy állítva, az neked fel kell jönni, kicsit nem bele kell szakadni, de plusz erőforrások is kívül, de ez hozza ki belőled. Tehát
nem az, hogy bár bennem van, hogy megfelelik a kihívást, hanem a kihívás hozza ki belőled, ami ott van benne. Szóval ezeket érdemes így az évelén átgondolnod, hogy mit szeretnél, mit akarsz az edzéssel. Én próbálok motiválni, próbálok beszélni, de igazából, ha te bennünk nem vagy az, akkor felesleges. Jó kezeket szerintem ilyenekre hallani, olvasni, bármi egyéb, de elsősorban neked kell megtalálni, hogy mit szeretnél. Na most ez még idő kell, hogy foglalkozzál magaddal. Ez is meditálj, gondolj, nézd ki a fejedből, hogy mit szeretnél igazán. Figyeld az érzéseidet, a vágyaidat. Azokkal el lehet indulni, miről álmodsz, hogy mit szeretnél szívesen csinálni, és utána próbáld meg összefoglalni egy konkrét célé, próbáld megtalálni, hogy ezt miért szeretnéd, találd meg, hogy hogyan oda, készíts rá egy tervet, és akkor így el lehet ezzel szépen kezdeni valami, meg különben megint csak azt hozod észre, hogy eltelt egy év, és igazából nem jutottam 5-ről 6-ra. Na most megint nem kell nagy dolgokat, ez a másik, hogy az időben is ugye be lehet fokozatokat, de meg lehet találni fokozatokat a célodba is, mondom, kicsibe kezd. Minél apróbb egy feladat, hogy annál könnyebb megoldani, és annál könnyebb egyik nagyobbról a másnak. Ne vágd túl nagy fából fejszét, ezt hogyan fogod tudni, hogy ezt túl nagy fejszét vágtad, de hát a próbálkozzál. Próbálkozzál. És az ősi titok a gyakorlás. Gyakorlás, ismétlés rendszeresen, kitartóan, ismétlés úgy, hogy megtanulsz egy technikát, úgy, hogy megtanulsz gurulni, esni, ütni, rúgni, ugyanúgy ezeket is megtanulhatod. Nem tudod, ne védél a kedved azért, mert valami nem úgy sikerül, mert kudarcod azt tanulj belőle, és ugyanúgy ismétel, gyakorolj, változtass valami, megint ismétel, gyakorolj, és akkor meg fogod tudni találni azt, hogy hogyan érd el a célodat. Jó?